Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora. Jó napot kívánok! Nemrég az emlékezet politikával foglalkoztunk ebben a műsorban, illetve hát a történelmi emlékezet politika által való interpretációjának sokféleségével. Hú, de jól fogalmaztam, de ennél egyszerűbben fogok mindjárt fogalmazni, hogy világos legyen, mert most egy nagyon konkrét dologról lesz szó. Nevezetesen arról, hogy megkezdődött egy olyan kutatás, ami a holokauszt emlékezetét különböző korosztályoknál, különböző viszonyok között élő emberek esetén próbálja feltérképezni, és ebből egy új készíteni, hogy vajon változott-e lényegesen valami ebben a kérdésben, hiszen a 20. század történetének egyik legnagyobb tragédiájáról van szó. A kutatást egy magyar csapat végzi, és a magyar csapat két tagjával vagyok itt a stúdióban. Szervusztok, Surányi András filmrendező, és Papp Richárd kutató, docens, egyetemi docens, kulturális antropológus, és hát ugye veletek dolgozik a professzor úr Csepegyi György, aki most nem tud itt lenni egy konferencia miatt, de ti majd elmondjátok a hallgatóinknak, hogy hogy kezdtetek bele ebbe a munkába, hol tartotok, és van-e már valami megfogható eredmény, hogy látni a körvonalait annak, hogy különböző korosztályok ma hogyan gondolkodnak, egyelőre Magyarországon zajlik a kutatás, hogyan gondolkodnak, és egyáltalán emlékeznek-e még erre a dologra. Hogyan zajlik ez az egész kutatás, Ricsi? Igen, szóval a kutatás abból az ötletből, és abból a abszolút felvállalt célból született, hogy nézzük meg, mindig az utolsó pillanatban vagyunk most is, hogy van-e még bármilyen élő emlékezet a holokausztról, vagy csak a hiány van, a felejtés. Vagy hogyha van emlékezet, akkor hol van benne a hiány? Hiszen így nem kell nagyon sokszor és sokat foglalkozni ezzel a témával, a mindennapok csendje is üvölt számunkra, hogy mennyire nincs szó, és van, egyre kevésbé van szó a holokauszt emlékezetről, és paralel módon pedig mennyire fontos lenne, hiszen az emlékezet, ha a felejtésbe megy át, tagadásba, hárításba, akkor ugye hát számos problémával fogunk szembenézni, illetve számos problémával nézünk szemben a társadalomban, ami a felejtéshez fakad. Ez volt a nem tudományos, a társadalmi oka. A tudományos oka pedig az, hogy egy újfajta, ahogy említetted is, egy újfajta módszertannal próbáljuk meg megközelíteni a holokauszt emlékezetet. Na, szerintem ez a legfontosabb. Így, igen, talán, mert ez egy novum itt Közép-Európában. Azt találtuk ki a Csepeli Gyurival és a Surányi Andrással, hogy több településen, főváros, nagyvárosok, kisvárosok, falvak Magyarországon, zsidó és nem zsidó interjúalanyokkal, beszélgető partnerekkel, fókuszcsoport interjúk segítségével, és terepmunkával, ahol helyben megnézzük az emlékezet tereit, a zsidóság és a holokauszt nyomait. Már hogy mi látható ebből még? Mi látható és mi nem látható, fogjuk ezt a kérdéskört kutatni. Igen. És arra vagyunk kíváncsiak, még nem csak a különböző települések, hanem minden településen a három generáció, tehát a 70 fölöttiek, a 70 és a 35 közöttiek és a 35 alattiak generációját szeretnénk bevonni, és megnézni azt, hogy generációról generációra milyen mintázatai vannak az emlékezetnek és a felejtésnek. Igen, a felejtésnek az... A kutatáshoz egy adalékot kaptatok, ahogy jöttetek ide a stúdióba, mi a Benczúr utcában vagyunk, ugye András? Igen, igen. És a Benczúr utcában lévő stúdió épülettel szemben van a Kertészintézet. És míg várakoztatok, volt egy értékes találkozás, és ez a kutatáshoz szintén egy adalék. Mi volt ez? Ez a kutatás velünk van. Álltunk és megbeszéltük, hogy a kapuban találkozunk, előtte természetesen egy egészséges cigarettát elszívunk, és nézegetve a Kertészimre szövegeket, elsétált mellettünk egy nagyon jó arcú, kedves, szép idős hölgy egy kutyával, aki nézegette ugyanígy, és mondtam, hogy félreállok egy kicsit, hogy el lehessen olvasni. Igen. Mondta, hogy ki is ez? Mondtam, hogy Kertész Imre, tetszik tudni, az a magyar író, aki Nobel-díjas lett. Kicsit elfintorodott, néhány lépést tett, majd azt mondta, aha, hát ez se a miénk. Aha. Sokkolt minket a dolog, mert kicsit később esett le, hogy hát ő tudja, hogy ki ez, hiszen így sétál a kutyákkal. Ezt a mondatot
az S se a miénk, vagyis a mi és ők, ti és mi kirekesztés gesztusát muszáj volt kimondania. De ez nektek szólt. És ez nekünk szólt. Fokhegyről már ment el, de illetve még ebben az is benne volt, azt gondolom, hogy az Imre Kertész stigma azért az beívódott elég erősen. Igen. Egy jó arcú, kedves szép nagymama, akiről mesélek. Sokkal, de nem lepett meg. Ugye, ezt akartam mondani, hogy nem meglepő, csak amikor az ember ezzel találkozik, akkor felteszi a kérdést, még miért? Igen. Igen. Hát, ez az egyik kérdés. Ez az egyik kérdés, ez a miért, és ez a kutatás annál megrázóbb, és annál több tanulsággal szolgál, hogy a különböző korosztályok miért igen, miért nem, és felejtés technikáiban állandóan fölmerül a megkülönböztetés, hogy ők és mi történt velük, adott esetben még valamiféle együttérzés, sajnálkozás, talán némi empátia is fellelhető, de konzekvensen elhatárolódnak itt ezek a zsidók, akikkel ez a szörnyűség vagy furcsaság történt. Állandóan megjelenik valamiféle áldozathibáztatás is, hogy azért, mert olyanok, és akkor csupa szörnyű bornért közhely hangzik el. A legritkább esetben merül, vagy kerül elő az, hogy ők magyar emberek, akik más módon hisznek, hittek, éltek, de ettől még a magyarság részét képező tömegről van szó, akit elpusztítottak. Ezek mind benne vannak a levegőben. Igen. És akkor az a kérdésem, hogy mert már túl vagytok jó néhány interjún, fókuszcsoporton, és az eddigi saját élményen kívül a mostani friss kutatás élményeiben is, hogy ez a kollektív tudat, vagy mindenkiben megélelődik valamiért ez a kirekesztő gondolat, akár egyről az oldalról, aki magát felvértezve érzi, hogy az idegent gyűlölje, akár csak azért, mert egyébként magyarázatot talál arra, hogy hol hibáztak ők, hogy ez történt velük. Hát igen, nagyon érdekes kérdés. Szóval az antropológia, vagy említetted, hogy antropológus vagyok, az etnicitás kutatásokban ez egy ilyen alapvető megközelítés, hogy azok a csoportok, amelyekben az egyénekben megjelenik egy mi tudat, ami összekapcsol egy csoport, alapban nyilván kialakul egy ők tudat is, akikhez képest, ugye... Vagyunk mi. Mi vagyunk, ugye ez sem a miénk, mondja ez a nő, a Kertész Imréről nekünk, ugye mi sem vagyunk az övé, de akkor mi a mi, ki a miénk, és ki a nem a miénk, ezek az előítéletek és sztereotípiák, amik ezekre a kategóriákra épülnek rá, azok léteznek. Nem tudom, nehéz ezt mondani, hogy egy univerzál, de újra és újra nagyon sok kutatásban felmerülnek. A napjainkról beszélsz, hát ha csak kinyitjuk a rádiót, vagy az újságot, vagy a tévét, vagy az internetet, látni fogjuk a mi és az ők folyamatos kreációját és rekreációját, hogy működnek ezek. A mi esetünkben ebből a szempontból az nagyon-nagyon izgalmas. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos tanulsága már most egyébként zajló kutatásnak, amit egyébként kibővítettünk a visegrádi országokra. Most a Visegrád Fund támogat minket, cseh, szlovák és lengyel kollégák is kutatják ugyanezt, amit mi itt Magyarországon, amit mi elkezdtünk. Tehát akkor nagyon érdekes ez, hogy náluk ez hogy merül föl. Itt nálunk most egyelőre a kutatás közepén én azt látom, hogy egyfelől van egy ilyen, három dolog kapcsolódik össze, csak nagyon röviden, és egy kicsit általánosítva, vagy leegyszerűsítve, de van az első kérdésünk egyébként az interjúkban az, hogy ki a zsidó. És nagyon izgalmas az, hogy persze nyilván... Hat kérdéscsoport van? Hat kérdéscsoport van. Ez a hat kérdés hangzik. Több lett volna, de ez a, tehát ez meg a másik, több lett volna, de ez a hat kérdés is elvisz két és fél órát, mert jön az emberekből. Jön. Ez nagyon egy nagyon érdekes dolog, hogy azt gondolná az ember, itt van a felejtés, ez a passzív emlékezet. Igen ám, de ha már megkérdezzük, és ezért ez egy nagyon fontos téma, amikor megkérdezzük, ömlik a szó, a történet, a gondolat. És a zsidósággal kapcsolatban pedig ez úgy néz ki, hogy általában homály fedi a zsidós, hogy ki is a zsidó, nem egészen tudjuk, nincsenek pontos fogalmaink, tudásunk, élményünk erről a legtöbb nem zsidó
interjú, annak meg keverjük. Tehát próbálunk mindig arra törekedni, hogy zsidók és nem zsidók is benne legyenek a fókuszcsoportban. Nyilván ez Budapesten, vagy Kőszegen, Nagyváradon, vagy Miskolcon sikerül, de mondjuk Rícsén kevésbé, és lesznek olyan helyek még, ahol ez kevésbé fog sikerülni. És nagyon érdekes, hogy ezekben a fókuszcsoportokban és a nem zsidóknál az jön elő, hogy igazából van is, hogy ismerik azokat a többi fókuszcsoport tagokat, akikkel együtt ülnek be a fókuszcsoport, de mégsem tudják nagyon megfogalmazni, mi a zsidóság. És ez a fajta nem tudás. A következő kérdésünkhez kapcsolódóan, amikor megkérdezzük, hogy mi volt és mi most az antiszemitizmus és a deportálások okai, meg a zsidó üldözések okai. Erre általában a nem zsidó válaszadóknak a többsége, nem mindenki, de olyan 80%-ra lehetne ezt most is satszolni egyelőre, azt mondják, hogy mi, akik abszolút elítéljük a holokausztot, abszolút elítéljük az antiszemitizmust, úgy gondoljuk, hogy a zsidók a legnagyobb tudású emberek. A zsidók kezében van a hatalom. A zsidók nagyon jól értenek a pénzt, ez látod, amikor mondja az egyik interjú anyom, hogy amikor ő azt látja, hogy valaki szívesen árulja a portékáját, akkor tudja, hogy ő zsidó származású. Szóval jönnek ezek a alapvetően antiszemita sztereotípiák, de a végén hozzáteszik, hogy igen, a zsidók kezében van a hatalom, a zsidók a gazdagok, a zsidó egy nagyon izolált, zárt, zárkózott, titokzatos népcsoport. Én nem, mondja a beszélgető partner, én nem, de mások ezért irigyek rájuk, és ezért üldözik őket. Tehát megjelenik egy ilyen reflektálatlan antiszemitizmus, ami nem direkt, és nem rosszindulatú, nem aktív, de passzív módon nem is reagál. Még egy ilyen példa, például az egyik beszélgetőtársunk azt meséli, mert ugye van egy olyan kérdésünk is, hogy gyerekkorában, az iskolában, a családban, a barátok között volt-e szó a holokausztról. És úgy emlegeti föl, hogy ő hallotta a holokausztról a nagymamájától, aki azt mondta, hogy ez egy középkorú férfi, egy vidéki városból, azt hallotta a nagymamájától, hogy nem tudtak ők semmit, a nagymamáék, nem tudtak semmit, csak annyit mondott a nagymama, hogy mi nem tudtunk semmit, csak azt tudtuk, hogy végre elviszik már ezeket dolgozni. Igen. És nem reflektálja le, nem, hogy hú, micsoda szörnyűséget mondott a nagymutter, no, hanem az van, hogy ezt mondja, hogy mi tudtuk, mert a nagymamám mesélt róla, és totál reflektálatlan az egész. És az nagyon pikáns ebben a történetben, hogy aki mondja, az egy pedagógus, egy abszolút jó szándékú, nyitott pedagógus. Mellette ül egy vele egyidős férfi, aki elmondja, hogy igen, tudták, hogy viszik végig Kőszeg utcáin, terelik, kergetik az embereket, és közben kifosztják. Hát beköltöztek a házaikba. Tehát együtt van valamiféle hárítás és egyfajta minimális, de tiszteletre méltó szándék valami szembenézésre, és itt keveredik egy családi emlékezet, ami folyamatosan kompenzál. Tudtuk, de az én nagyapám nem volt ott, az én nagymamám nem lopott még, nem tudom, villát se, ágyneműt sem, és van egy társadalmilag elég rémisztő eleme ennek a történetnek, hogy állandóan megjelenik kiterjesztve egy antiszemitizmus kép, ami generálva van a politika által, különböző cinikus jelbeszédeken keresztüli uszítással, mint ilyenfajta jel, egy soros név. Mindenki érti, mindenki tudja, mindenki dekódolja, az is, akinek fogalma nincs arról, hogy a soros kicsoda. És akkor előhívja. De hogy ez valami furcsa zsidó ügylet lehet, ami ránk veszélyes, ellenséges. Ez a kettő keveredik, és a srácoknál, hát akik szépek, érzékenyek, fiatalok, az egész egy ilyen nagy tétovassággá olvad föl, nincsenek antiszemitának mondható indulataik, de előítéletek vannak, és egyáltalán nem találják, hogy mi az a pont, amiben lehetne kapaszkodni, ami hiteles. Ettől veszélyes a dolog, mert ez már a mi gyerekünkről szól. Amit eddig hallottunk Surányi Andrástól és Paprihártól, számomra azt mondja, hogy nincs változás igazából a zsidóságról
a holokausztról való gondolkodásban. Ugyanazok a toposok jönnek elő generációtól, település típustól függetlenül. A hiány az, ami megfogható. Emlékszem, az egyik filmben láttam a Ricsei felvételt, ahonnan ugye maga Anton Cukor származik, a világhírű filmproducer, a Paramount Pictures megalapítója. És ott a legfiatalabb interjú alanyotok egy 11 nehány éves, nagyon 14. szép fiatal kislány, aki tudja, hogy ja, igen, igen, ki a zsidó. Igen. Ez egy igen. megható történet, mi hosszasan készítjük elő ezeket a találkozókat. Bocsánat, ezek önkéntesen jelentkeznek, igen, ezek igen, az emberek felhívásokra? Csak is. Aha. Inkább egy ilyen informális igen, kapcsolatokon keresztül. Valakit tudtok, persze, aki tudunk, irán, valakit, ő valakit, megbeszél az ismerősi körben, kiderül, hogy ki az, aki hajlandó leülni a kamera elé. Szomorú gesztusok kísérnek egy ilyen találkozást. A Riki és Csepeli Gyuri hosszas előkészítéssel megszervezi Ricsét. Rákészülünk, tudjuk, hogy ki az a bácsi, akit keresnünk kell, megérkezünk, és bármilyen túlzottnak is tűnik, a falu kiürül. Záródnak az ajtók. Már a büfé sincs nyitva, ahol esetleg kávét, vagy nem tudom, pogácsát lehetne venni. Áll a mi bácsink, egy abszolút jó lelkű, tiszta lelkű ember, és ez a kislány jön, mert ő valahogy épp nem lett otthon tartva az egész faluból, ahol 14-16 ember számítottunk, ez a pici lányka van. Aha. És ez elég sok esetben, hát fölismerhető ez a félelem, ez az elutasítás, vagy a bezárt ajtók szindróma. Ez a jönnek a zsidók, hogy, ez hogy, most képletes. Már valamit akarnak. Már megint valami zsidó dolog. Igen, igen. Mint igen. A Szántó T. Gábor Török Feri filmjében. Abszolút, amikor jönnek. Igen. És akkor jön a riadalom. És záródnak az ajtók. Ez nagyon fájdalmas. De közben ott van az a bácsi, igen. aki pedig a szívén viseli, az, hogy a Cukor Adolf, ugye, ő pénzt adott, rengeteg pénzt adott, ugye, a szökőkút, vagy micsoda, a központi kútnak, díszkútnak a megépítés, még a református templomnak is pénzt adott a felújításra. A falu kultúrházának. És van egy bácsi, aki azért nagyon hálás, nagyon jó emlékei vannak gyerekkorában a zsidóságról, és Ő meg leül a lány mellé, ő lett volna abban a, hát ő lett volna az egyik szervezője mondjuk így a beszélgető társaknak a meghívásában, ami meg is történt, csak aztán elszállingoztak, ahogy megérkeztünk, de ő ott maradt. Ő is ott maradt, és nagyon sokat beszélt, és megmutogatta nekünk azt, hogy régen a Takarék Szövetkezet háza volt a zsinagóga, vagy az iskola, a zsidóiskola, de az már utána a takarékszövetkezet, de már a takarékszövetkezet sem működik, tehát a turbó hiány, be akart vinni minket a zsidótemetőbe, nem volt jó a kulcs, de az is nagyon szimbolikus volt, hogy ott állunk, és nem tudunk bejutni. Ez annyira szimbolizálja ezt az egész témakört, amivel foglalkozunk, hogy néha így tényleg a hideg futkos a hátunkon, de a kérdésedre, amint mondasz, hogy ezek a mintázatok hogy tudnak fönnmaradni. Igen. A fiatalokkal való, és a fiatalokat is említetted, a fiatalokkal való beszélgetéseink a 35 év alattiak, és inkább a 20 évesek hajlandóak részt venni ezekben a fókuszcsoportokban, mindegyik helyszínen azt hangsúlyozzák, hogy nem igazán volt még az iskolában sem szó a holokausztról, nincs semmifajta élményszerű tapasztalatuk mondjuk egy akármi, tehát egy emlékünnepség, vagy meglátogatni mondjuk Auschwitzot, vagy egyáltalán csak beszélni, elmenni botlatóköveket nézni. Nagyon kevésnek volt ilyen élménye. Bocsáss meg, az iskolában nem beszéltek róla. Az egyik alanyotok azt mondja a kérdésre, hogy mit tanultak igen. a középiskolában, igen. és azt mondta, ez a második világháború, és azt mondta, valami. Hogy hát arra emlékszem, hogy idézőjelben felszabadítás. Igen. Igen, vagy az, hogy semmit. Vagy hogy semmit. Nem jutottunk el odáig a fejezetig. Igen, és bocsánat, és annyi, hogy ami nagyon fontos, mert azt is szeretnénk ennek a kutatásnak lenne majd egyszer egy alkalmazható kivető, és a javaslatokat adunk abban, hogy lehetne másképp ezt az emlékezés stratégiát, policit megreformálni, mert ahogy van, az is azért nyilván hibás ebben, vagy nem az, hogy hibás, de valahogy másképp kéne, csomó mindent újra kéne gondolnunk, hogy nincs a helyi, tehát akár budapesti, akár
vidéki városokban, ahol ugye hát nagyon-nagyon nagy a városok ötödét, hatodát érintő, ámint számszerűen az egész város tragédiáját okozó események zajlottak a deportálások alatt. Nincs a helyi emlékezet, maximum beszélnek úgy általában a holokauszról, de a helyi holokauszról nem beszélnek. A környékről, a kerületben, a városban mi történt, nézzük meg, menjünk utána, gondoljuk át. És ez azért nem csak az oktatás hibája. Most gondoljunk bele abba, hogy mondjuk hogy nézett ki a rendszerváltás után, ez egy hatalmas nagy hiányosság, hogy nem volt nyílt társadalmi párbeszéd erről. A holokauszról sem. Hát sok mindenről nem volt. Sok mindenről nem volt, erről sem. Triáról se volt, az egész második világháború is magyar. De ez az elfolytás feszültség, ezeket ki kéne beszélni. Most gondolj bele egy olyan rádióműsorba, vagy tévéműsorba, mondjuk, amiről beszéltünk is, hogy betelefonálós, hogy bejöhetnének önnek, és beszélnének az a holokauszhoz kapcsolódó emlékeikről, és vagy gondolataikról. Melyik médium merni ezt most bevállalni? Nincs. Vagy bátorság, ez is az emlékezet hiányának ez már a politika következménye, amelyik nagyon-nagyon sul használja fel az emlékezet politikát. Azért az emberek, ha valamiért tartanak ennek a kibeszélésétől, az, hogy ezt nem lehet megcsinálni, anélkül, hogy a politikusok rá ne üljenek, a politika ezt ne forgassa ki, és ne kezdjen el sorosozni, és stb. Tehát nem lehet szabadon beszélni a dologról, mert be kell húzni a nyakunkat, hogy jaj, ha én ezt mondom, ő azt mondja, ha ő azt mondja, én ezt gondolom. És akkor csetalással szólva, ha te odaállsz, én ideállok. Igen. Így van, előttől van a hiány, és az elfolytás, igen, és a feszültség. Ezen kell valamit változtatni, muszáj valamit változtatni. Ezért csináljuk a dokumentumfilmet, aminek egyébként december 12-én lesz a szakma ide nyitott bemutatása. Ez a 250 perces. A Sajnségnál, igen, a Kuglerádban. Ezért csináljuk. Ez jó is, hogy valamit elindítsunk. Bocsánat, és van egy ezért nagyon fontos csináljuk. Dolog, ezt szeretném hangsúlyossá tenni. Akik megszólalnak, és akik eljönnek, azok már a minimális gesztusát megteszik. Hát hogy ne? Dialógusban, hát átlépnek egy küszöböt. És hajlandók szobány. Másfelől abszolút jólelkű, tiszta, korrekt emberek. Tehát nem arról van szó, hogy bejönnek, mit tudom én, husángokkal is, hanem van valamiféle érzékenységük, van valamiféle emberségük, hogy szembenézzenek egy történettel, amiben legalább annyi zavar, tétovaság van a fejükben, mint amennyi abban a kezelésében, hogy mi is történt. És ez a legszörnyűbb ebben a történetben, hogy a saját ismereteik, élményeik, tapasztalataik a családtól hozott emlékezéseken keresztül is állandóan fölbugyog valami fura előítélet, ami ma szakadatlanul generálódik, és még nagyobb zavarok állnak elő. Majd elmeséljük ezt a másik miskolci példánkat, ami az abszurd, egy csevig játék, vagy szomorú játék. Inkább az. Tartunk mindjárt egy rövid szünetet, és akkor Surányi Andrással és Pap Rihárddal tovább beszéljük a kutatásnak a tapasztalatait, de arra borzasztóan kíváncsi lennék, szakítsunk már időt erre, jó András, hogy te ott vagy a kamera mögött. Igen. Közeli képpen mutatod és figyeled, akik beszélnek. És a szem az nagyon sok mindent árul el. Hogy mikor van az a küszöb, amikor ő saját maga felfedez egy új gondolatot, ami nem az eddig eldarált és ezerszer elmondott és végig zongorázott zsidókép. Én a kislánynál láttam ilyet egyébként, amikor addig eljutott, hogy ki a cukor. Igen, voltak itt zsidók. Következő kérdés, hogy és mi történt velük, és elmosolyod, és azt mondja, nem tudom. Igen. A szem, és ez gyönyörű volt. Igen. Szomorú és gyönyörű. Ez a legnagyobb titka talán ennek a mozgóképnek, a szem és a gesztusok, ez a fajta nonverbális kommunikáció, hogy ilyen tudálékos legyek, és ebben vannak megrendítő pillanatok, ami mindig megható, amikor a mi kérdéseink arra vonatkoznak, hogy a családból és a családi emlékezetből van-e valami egyáltalán. Aha. Talán van zavar, van megrendülés, és van egy tétovaság. Szinte tőlünk is várnak segítséget, hogy erősítsük meg, hogy az ő nagypapája nem volt rossz ember, a nagymama nem volt gonosz tevő. Aha. Hát mi más lehetett volna tenni, mint bezárni az ablakot, és a függönyön keresztül nézni, hogy terelik a zsidókat.
Ez elég gyakorta megható, és ebben van egy nagyon mély emberi zavarodottság is, mert igen, van olyan pillanat, szóval ezt amikor felismerik. Nem tényként mondja, hanem segítségül kér, segítséget kér, hogy ezt értsd meg. Erősítsétek meg. Ez talán egyfajta hárítás, de talán egyfajta feloldása is lehet ennek a soha ki nem mondott kérdéseknek. Ez a legszörnyűbb. Arról beszélgetünk most Surányi Andrással és Papp Rihárddal, hogy zajlik egy kutatás, amely több generáció esetében, többféle élethelyzetben lévő emberek esetében próbálja feltárni a holokauszt emlékezetét, zsidók körében és nem zsidók körében egyaránt, és ez ma már egy közép-európai kutatás, hiszen Lengyelország, Csehország, Szlovákia is részt vesz, majd kapcsolódik, az egyébként Magyarországról indult és most már a V4 fan által támogatott kutatáshoz, ennek további részleteit megbeszéljük a kis rövid szünet után. Folytatjuk a beszélgetést, nagyon pontos akarok lenni, felolvasom annak a kutatásnak a címét, amiről Surányi András filmrendezővel és Papp Rihárd kulturális antropológussal beszélgettünk, és amely kutatásban Csepeli György professzor is részt vesz. Transzlokális és transzgenerációs holokausz kutatás Közép-Európában. Ez ugye azt fedi, amit a szünet előtt mondtam. Holokauszt emlékezett különböző korosztályok esetében, és különböző településeken, különböző viszonyok között élő emberek, családok esetében. Egyéni interjúk, úgynevezett fókuszcsoportos, tehát közös megbeszéléssel zajló felvételek és terepmunka, ami azt jelenti, hogy minden településen elmentek megnézni, ha jól értettem, hogy milyen emléke van egy tábla, egy emlékmű, vagy egyik se, vagy egy botlatókő annak, hogy itt valamikor éltek zsidók, és ennek nyomán az, hogy vajon mit tud az itt élő ember róluk, mi emlék maradt meg. Én közben felvetettem azt a kérdést, amire Rihárd azért részben már válaszol, hogy mennyire kollektív emlékezet ez, mert mindenkinél ugyanazok a érvek jönnek elő, ugyanazok a típusú megközelítés, hogy hát igen, a szegény zsidók elvitték őket, de azért ők is tehetnek valamennyire róla, hát igen, ki a zsidó, hát aki kereskedik, az már gyanús, az már valószínűleg zsidó, hogy a jó szándék mellett is a negatív konnotációi jönnek ki a zsidóság meghatározásának, holott ennek a mai zsidóság, pláne a neológia semmi jelét nem adja, semmi okát nem nyújtja. Miért élnek ezek tovább saját tapasztalat nélkül? Igen, hát a kultúra nagyon erős, és ugye ahogy éljük a kultúránkat, ahogy gondolkozunk magunkról, ugye beszéltünk is, hogy a mi meg az ők, ahogy gondolkozunk, kialakulnak olyan csoport, identitás, nem tudom, narratívák, amelyben megnyilvánul az, hogy mi vagyunk, meg ők vannak, a mi az ilyen, az ők az olyan, és ezek nagyon erősek, és azért is említettük ezt a reflektálatlan antiszemitizmust, nem találtam rá jobb törmöt, ez a szociológiában még így nem létezik, mert ez a szép az empíriában, hogy elmegyünk, emberekkel találkozunk, és szakmailag, tudományosan is, meg emberileg is újabb és újabb kihívásokkal szembesítenek minket. Ezért mondtam, hogy reflektálatlan, és azt gondolom, hogy az összes előítéletnek a társadalmunkban egyik legfontosabb oka, eszenciája az egymásról való nem tudás. Az, hogy nincs tapasztalat, hogy mondod, nincs találkozás, nincs értő, értelmező, élményszerű tudás egymás kultúrájáról. A legtöbb olyan interjú alanyunk, aki a zsidóságról, tehát jóindulatúan, de mégis antiszemita alapokon álló, tényleg előítélet, pattern-ökön, mintákon keresztül beszél, nyilván nem ismer zsidók, nem látott, nem tudja, nem ismeri a kultúrát. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, és ugyanígy az emlékezete is, ez egy nagyon-nagyon fontos cél, hogy aki veszi a fáradtságot és elkezd ilyen kérdéseket kutatni, ilyen kérdésekben filmeket csinálni, rádióműsorokat, próbáljon meg minél több tudást átadni azoknak, az embereknek, akiknek hiányuk van ebből a tudásból, ugye a hiány nagyon fontos kulcsszava lett a kutatásunknak, hiányuk van ebből a tudásból, és akkor ez a értő értelmező tudásban talán segíteni fog, és az emlékezethez kapcsolódó értő érzékeny értelmező tudás az, hogy beszélünk az emlékezetünk, akkor elmeséljük azt, hogy mi történik, vagy mi nem történik, mi látható, ahogy említetted, és mi nem látható egy településen. Szóval például, amit most Miskolcon láttunk, igen, Andris igen. is említette. Igen, igen. Ez a Miskolc ez például élmény. Nagyon izgalmas dolog.
Mi megnéztük, hogy hány botlatókő van, utána mentünk, egy pár hiányzik, ami megdöbbentő, nincs reflektálva, hogy miért is hiányzik, hogyan a helyi zsidó közösségben sem nagyon tudtak róla, hogy pár botlatókő hiányáról tudtak, másokról nem. De a legesleg megdöbbentő, miközben a botlatókövet kerestük, elmentünk megnézni az egyetlen nyilvános városi térben meglévő emléktáblát. A belvárosban. Bocsánat, megkeresni nagyon fontos, mert kellett keresni. Ja. Mert hogy nem nyilvánvaló, igen, van. Tudtuk mi azt, hogy van, vagy hol van, melyik utcában, de ugye nem volt nyilvánvaló, igen, mert ne úgy képzelje a hallgató, hogy ez valami óriási monumentum, mondjuk egy Dávid csillag, és ráírva a holokauszt áldozatének a neve, ami ugye a környékbeli zsidósággal együtt Miskolcon 14 ezer embert érintett. Nem. Hanem az ember megy, és mire megtalálja, igen, kinyomozza, hogy hol van, akkor arra fog rádöbbenni, hogy mondjuk elmegy ott a villanyrendőrnél balra, a miskolciak ezt tudják, hogy miről beszélek, a villanyrendőr környéke az egy ilyen nagyon frekventált közlekedési csomó. Mindig is a központ volt. És akkor oda elmegy az ember ugye a színval mellé, színvalpatak mellé, ahol egy ilyen panelháznak az aljában, egy elég eldugott helyen, egy tájmasszázs szalonnak a szellőzője mellett egy icipici tábla, amely azt írja, hogy itt volt a gettó, és hogy itt volt 14 ezer áldozat. Maga a szöveg is nagyon érdekes, mert arról beszél, hogy zsidó és nem zsidó áldozatok nagyon, tehát hogy kicsit egy ilyen látszik rajta, hogy ő is próbál meg így benne maradni az, hogy jaj, azért bocsánat, hogy itt megtörtént ez a tragédia, nem csak velünk történt meg, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy nincs olyan, aki vállalta volna, hogy mi állítottuk ezt az emléktáblát. Tudjuk, hogy a zsidó hitközség állította, a Mazsi hisz, a Miskolci, egyébként ez sem teljesen világos még, igen, majd ennek igen, nyilván utána kell igen kutatni, most jöttünk vissza nagyon friss, tehát a helyi zsidóság emlékezete, tehát amit a rabbi mondott, és a hitközségi tagok, akik egyébként nagyon kedvesek és nyitottak voltunk hozzá, és itt is nagyon szépen köszönjük nekik a segítséget. Szóval nincs odaírva, ki állítottam, de nem is még, és hogy még ez ne legyen elég, az ember visszamegy oda a villanyrendőrhöz, visszanéz erre az emléktáblára 150 méter távolságból, tehát hogy eljöttünk a emléktáblától, visszanéz az emléktáblára, és mit fog látni? A legfrekventáltabb emlékezett helyet, emlékezési helyet, emlékművet, vagy emlékszobrot, Mancs kutya, életmentő kutyának. A diákok, az iskolások járnak, ott van Mancsról készült képek, virágok, koszorúk, gyertyák, még kutya találkozót is látunk vasárnap reggel, meg a fölvette az M1, vagy valamelyik tévé, talán a regionális, nem tudom, hogy ott akkor vagy halottak napjára, vagy Mancs halálának az évfordulójára, nem volt világos, hogy vissza kell nézni ezt a műsort, de még egy nagy performanszot is csináltak oda, és a városban, aki él, az tudja, hogy a Mancsnak ott van egy gyönyörű szobra, ami egy emlékezeti pont, ami egy emlékező hely, egy emlékmű, egy emlékszobor, és mögötte épp olyan nagyon picit látszik, úgy messze, de csak azt tudja, aki tudja, hogy ott van valóban az az emléktáblán, nagyon kevesen tudják, zsidók is, és nem zsidók is, zsidók inkább nyilván, de ott sem mindenki, a nem zsidók közül szinte senki nem tudta, hogy ott van egy emléktábla. És nincs Mancsal baj, persze, szuper, tényleg, hát értem, amit nagyon, mondasz, nagyon fontos lény, érző lény volt. Meg, hogy egy városnak van egy 14 ilyen kultusa. 14 ezer áldozatra hát nem lehet nem, úgy emlékezni, nem. Hogy annak legyen egy emlékhelye, egy látható emlékhelye a városban. Na, ez nagyon elgondolkodtató. Milyen, ez is nagyon szimbolikus a kutatásunknak egy... Tehát, hogy ez van. Ezzel kell szembenézni, és erről kell beszélnünk. De akkor mégiscsak van értelme különböző településekre menni. Így van. Mert ugye Miskolc ebből a szempontból is egy különleges hely, hiszen itt a háború után két pogrom volt, ne felejtsük el. Igen. Közvetlen a felszabadulás után volt egy borzasztó pogrom, és hát 56-ban is volt pogrom. Borzasztó feszültségek uralták mindig az itt élőket, és most ebben nem menjünk bele, de ez egy speciális helyzet. Csak hogy az jutott eszembe, hogy végigmegyünk a Magyarország településein, és majdnem mindenütt van egy első világháborús emlékmű. Rajta elesett katonáink. És eddig az ember azt mondja, hogy mennyire, ez egy gyönyörű dolog. Igen, ezt a helyére tudtuk tenni. Mi Trianon tragédiájával együtt legalább megvannak ezek a mementók. A második világháború áldozatainak emlékműve már nagyon kevés. Jaj. És ha van, akkor legfeljebb az elesett orosz katonák,
nagyon kevés helyen van az, hogy elestek a második világháborúban, igen, elestek a Donkanyarnál, egy-két. Mert jött a kommunizmus, nem volt idő ezt helyre tenni. És ezzel együtt nem volt idő helyre tenni a holokausztot sem, ami hát egybeesik ebből a kettővel. Ebből a két veszteséggel, Donkanyarral, ahol 30 ezer munkaszolgálatos is meg elpusztul, és legalább 100-120 ezer magyar katona, és miután a felszabadulás vagy a kommunista berendezkedést követően ez sincs a helyén, igen, igen, mert a rendszer nem állít emléket azoknak a hősöknek, akiket hivatalból ellenségnek kell tekinteni, mert kollaborált a németekkel, micsoda baromság, nem kapják meg az elesettek a tiszteletet, így a zsidóság sem. Ez a kettő szerintem összefügg. Tudom, nagyon, hogy a kutatás erre nem, így nem, nem tett. Nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és ez egy nagyon komoly kérdés, hiszen a Donkanyar áldozatai ugyanúgy ennek a új rezsimnek, ha úgy tetszik, ennek a rákosi vagy szocialisztikus, igen, rezsimnek a hallgatásában tűntek el. Éppen miatt a vád miatt, hogy ők így úgy amúgy kollaboráltak. Ez a régi Magyarország, azok ők, és igen, itt vagyunk mi, itt is. Ez ugyanúgy egy nagyon-nagyon fájdalmas hiány, az emlékezet kultúrájában is egy hiány, mert a nem zsidó családoknak sem adatott meg a gyászolás, az emlékezés méltósága, vagy valamiféle gesztusa, amiből az is következik, hogy természetesen ilyenkor ilyen torz gesztusok állnak elő, hogy az egyik végtelen szimpatikus alanyunk Kőszegen elmondja, hogy már túl sokat beszélnek a zsidókról valójában, és velünk mi van a mi hőseinkkel, amiben megint nem csak egy antiszemita indulat, hanem a hiány újra rajzolása fogalmazódik meg, amire rá kellett döbbenünk, hogy itt a hiány érzékeltetése vagy felismerése az minden oldalon valahogy megjelenik. Az egy tragikusabb történet, hogy ez antiszemitizmussal párosul, de hát tényleg hol vannak a Donkanyar áldozatai, aha, és innentől kezdve akármilyen furán is hangzik, még inkább felerősíthető ez az zsidó ellenes indulat. Hát nekik van egy-két emlékművük. Itt most van egy... Innen jön a kőszegi embernek, hogy már túl sokat beszéltek túl erről, hisz a másik meg el van hallgatva. Volt ez Pesten is. Én csak, hogy ez a szép arcú ember, aki tök jó arcú ember, és kvaterikázunk, és kávézunk, és elmondja. És innentől már átláthatatlan az elutasítás, a gyűlölködésnek, vagy a gyűlöletnek ez a köre, egy lépés migránshozni, egy lépés cigányozni, egy lépés azt megélni, meg is fogalmazódik, hogy most a zsidók úgy rendben vannak, hát a cigányok, mondjuk, hogy valaki hangsúlya, ugye, meg hogy annyi sokféle idegen jön ide be, miről szól ez a politikának, ez a gátlástalan, szemérmetlen, felelőtlen manipulációja, tolja tovább a gyűlölet technikákat. Miközben, hogy amit Surányi András most mondott, azt veti fel, hogy itt az áldozati csoportok is egymással szembe vannak állítva. Antiszemitizmus erősödésével a Horthy korszakban először elveszik azoktól a zsidó emberektől az első világháborús hősi kitüntetéseit, megfosztják, a kitagadás első része. Nem folytatom tovább. Aztán jön 45-49, és meghurcolják azokat az embereket, akik kilettek korábban tüntetve, mert harcoltak a háborús fronton, ők ugyanazt élik meg, miközben egyik a másikkal szembe is van fordítva. Abszolút. Igen, azért hát ez elég nehéz. Nagy felismerés, és leegyszerűsítve, amit megélhetünk ebben, most nem a tudományos teória részét mondom, csak ami az érzékelésen átjön, hogy tele van a mi történelmünk temetetlen halottakkal, és tele van azzal a görcsel és hiánnyal, hogy mindenkinek van valamiféle gyászolni valója, soha nem ülnek le az emberek egymással megbeszélni, hogy miről is van szó. És bocsánat, eszembe jut a Brody Jancsi barátom mondata, most kicsit aktuális, mert befejeztük a filmet. Elnézést, aki azt mondja, hogy akinek egyformán fáj Trianon és Auschwitz, az a magyar. Ez a híd most tök világos hiányzik. És az egész kutatásunk ettől ilyen, nekünk is szívszorító őszintén, szóval az a zavara, hogy valaki megfogalmazza a maga
hiányát és problémáját. Hogy Miskolcon nem arról szól, hogy elpárolgott a botlatókő, eltűnt tudatosan. Ott van a luk, ott van a helye, az emberek átlépkednek rajta, senki nem kérdezi meg, de hol van? Hát itt volt egy pici résztábla, Grósz Béla, vagy mit tudom. És még az is fájt valakinek. És az a kis pici kis résztábla is. Fájt. Az igazi emlékezett politikai változás szerintem az, hogy most akinek ugyanúgy fájt Trianon, mint Auschwitz, az a magyar. Ez is milyen szimplifikált kijelentés már, nem? Igen. Tehát, hogy ha ezt kérdésként tennénk föl, és erről beszélünk, hogy az valóban a magyar, akinek Trianon és Auschwitz is ugyanúgy fáj, mondja el az az ember, akinek a felmenőit elvitték Auschwitzba, és mondja el, aki pedig még mindig úgy érző, hogy Trianonban valami irgalmatlan nagy te mondjuk a család egyik része még mindig Kárpátalján így van. Mondjuk nem lehetne erőt, annyira izgalmas beszélgetéseket lehetne nyilván összor indulatukkal terhelten, de aztán lehet, hogy egyre kevésbé egymást, egyre jobban megértve lehetne. Nagyon jó lenne, lennének olyan kutatások, vagy filmek, amik mondjuk a Trianon emlékezetéről szólnának elfogulatlanul, vagy legalábbis tudományos megközelítésben. Ez nagyon izgalmas lenne szerintem, és ez egy nagyon-nagyon fontos kihívás, de hogy azért van, hogy össze is mosódnak az interjúkban a különböző veszélyeztetett kisebbségek. Emlékszel arra, aki... Mondd el a nagyváradi... Azt is elfogom. Igen, két sztori. Az egyik az, amit először akartam. Nem szerintem az Andris, amire utal. Szóval, hogy volt egy interjú alanyunk, egy középkorú interjú, aki azt mondta, hogy nem is kell mindenki, hát most bocsánat, a kifejező, kussoljon, nem így mondta, de nagyjából ez volt az értelme. Mindenki foglalkozzon csak a saját maga bajával, mert ha a zsidók kicsit túl reagálják ezt a holokausztról emlékezetet, az nem fog segíteni az ügyükön, mert hogy nézzük meg, hogy az se érdekli ezt az embert, hogy a homoszexuálisok hogyan élik az életüket, ugye ez azért visszaköszön a nagy politika narratíváiból, nem akarok most erre elmenni, de hogy azért nyilván a nagy politika narratívája, hát, ezt a hozza. Azt mondja, hogy mindenki állószobában azt sem, amit akar, de nem kell a Pride-on ugrálni. Összeköti az LGBTQ plusz emberekkel az egész holokauszt emlékezett témát. Ő egy szabadon, egy nyitottabb kérdésben jön ez elő, teljesen váratlanul, ugyanakkor, ha visszagondolsz, hát teljesen nem meglepő módon, ahogy az előbb is mondtuk. A másik, amire az Andris utaz, szerintem arra gondolsz, amikor arról beszél az egyik nagyváradi beszélgetőtársunk, hogy ő neki nagyon sok rokona költözött Magyarországra, és amíg Nagyváradon éltek, addig egyáltalán nem voltak antiszemiták, nem volt semmi problémájuk, például a holokauszt emlékezett, ugye Nagyváradon azért ez egy nagyon fontos, és valamilyen szerint úgy látjuk, hogy hát elfojtott, de azért még a mindennapi beszélgetésben néha-néha előjövő, valamilyen szinten benne van a helyi emlékezetben. Na és akkor ezek a nagyváradi emberek eljönnek Magyarországra, és azt mondja a beszélgető társunk valahogy így, hogy egyébként ők nem voltak, én egy filoszemita családból származom, mondja, a rokonaim nem voltak antiszemiták, de hogy eljöttek Magyarországra, egyre-egyre inkább antiszemiták lettek, pedig otthon nem voltak antiszemiták, bár úgy tűnik igényük azért volt rá. és így ott ülünk, és megdöbbenve hallgatjuk, hogy van a Magyarország kritika az ő irányukból nagyon erős ebből a szempontból, a nem zsidó oldalról és is. Nagyon érdekes. Hogy a nagyváradi deportálások, vagy ha úgy tetszik az erdély, hát a magyarok csinálták. Méghozzá tegyük hozzá, hogy a visszacsatoláskor lelkes zsidó lakosság üdvözli a magyar hadsereget, a visszacsatolást, a visszatérés az anyaországhoz, ezt együtt a magyarokkal ünneplik, majd kis idő után ugyanez az ünnepelt hadsereg szépen gettóba zárja őket, igen, és kizárja őket, igen, a magyar közösségbe. Ez ugyanaz, hogy a magyarországi beszélgetőtársainknak a nagy része, nem zsidó nagy része azt mondja, hogy erről a nyilasok, tehát valami extrém, elborult agyú, csőcselék magyarok és a nácik tehetnek, a kollaboráció vagy a passzív segítése ugye a deportálásoknak és ugye a holokauszt Magyarországon is megtörténhet, ennek a felelősségét teljesen a németekre és egy szélsőséges magyar, tényleg kisebbségnél és kisebbségebb emberekre hárítják, úgy például a határon túl, meglátjuk még, azt még kutatni kell többet, úgy láttuk most, hogy ott pedig a magyar megszállók, tehát a magyarországi közigazgatás és megszállókra hárítják azt a felelősséget, amelyben, tehát
Hát nyilván azért benne a kassai rendőrkapitány volt egy kollaboráció, vagy legalábbis passzív kollaboráció, pontos aktív vagy passzív kollaboráció. Vagy Vas Albertet, aki ezzel azt mondta, hogy végre a patkányok elmentek. Szóval, igen, nagyon érdekes a hárításnak ez a motívuma is. Miközben is ez a határon túli kutatásoknak nyilvánvaló az egyik fókusza lehet, vagy lesz, hogy mikor a trianoni elcsatolás bekövetkezik, a Magyarország területéről kiszorult magyar nemzeti közösség ugyanazt a sorsot éli meg, amit a zsidóság. Pontosan. Az antiszemita légkörben. Igen. A kirekesztett, az alul a lenyomott, ugye, a jogaiban is abszolút korlátozott. Jogfosztásban, igen. És igen. A ti. Igen, igen. A igen. Tit. Jön a mi, az igen, új nemzet, igen, igen. Akár a szlovák, akár a román, és ti. Én ezt is inkább kérdésként fogalmaznám meg, mint egy párbeszédre hívó kérdés, mert azért nyilván persze egy csomó hasonlóság van, de azért mégiscsak vannak szignifikáns különbségek. A határon túli magyarok tragédiája és a határon túli és határon belüli magyar zsidóság tragédiája között, és ez egy nagyon izgalmas kérdés lehetne ezen elgondolkodni, megbeszélni még túlélőkkel vagy másodgenerációsokkal ezt a kérdést. Kört, ez is egy nagyon izgalmas téma lehetne, mint kérdés. És ehhez kapcsolódik az is, ha az ember megpróbál őszintén önmagával is szembenézni, hogy a zsidóság tagoltsága, rétegzettsége is bizonyos értelemben sok-sok-sok megválaszolatlan, igen, eddig megválaszolatlan kérdőjellel konfrontál bennünket, nevezetesen például, hogy a vidéki deportálás idején mi van Pesten? Mi és hogy élünk Pesten? Mi van, amikor ugye ezek a, hogy jövök, a idegenrendészeti klasszikusokat idézek, áldozatként oda dobott zsidók, Kamenc-Podolszka és így tovább, és közben mégis van egy úgynevezett együttműködő, hanem is kollaboráns, de együttműködő zsidó hatóság. Szóval ezek mind olyan fájdalmas, vagy olyan drámai kérdések, amire egyszerűen meg az emberek, akik találni. Valamit tudnak ezekről a dolgokról, abszolút. De ez a klasszikus, hogy amikor a szomszédot vitték el, még nem tiltakoztam. Ez a Nimmöver, abszolút. Nagyon kevés idő maradt, akkor gyorsan azt szeretném, hogy a kutatásra visszatérünk. Mi az a 6 kérdéscsoport, vagy az a 6 kérdés, igen, amit minden fókuszcsoportban és minden interjúban feltesztek, mert ezek alapján lesz majd az összehasonlító vizsga. Az igen, első volt tehát, hogy ki a zsidó. Ki a zsidó. A második, hogy mik voltak és ma mik az üldözöttség és az antiszemitizmus okai. Okok. Ez. A harmadik az, hogy mit tud a helyi emlékezetben a deportálásokról, hogy történtek a deportálások, mi történt a településen, a kerületében, a városában, a falujában. Ez az első nagy három blokk. A következő három blokk az pedig, hogy gyerekkorában és később volt-e szó a holokausztról a családjában, az iskolában, a barátai között, a környezetében, a kollégáival, tehát hogy hol megy az emlékezet, és hol van a beszélgetés a mindennapokban, meg az ismeret, vagy az ismeret hiánya, hogy működik a mindennapokban. Utána pedig megkérdezzük őket arról, hogy az utolsó kérdésünk az, hogy, hogy kell-e emlékezni. Aha, és hogy egyáltalán kell-e. Hogy egyáltalán kell-e, igen, emlékezni, és hát ezek mind nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok, és van még egy kérdés, ezt egyébként ötödik kérdésként szoktuk feltenni, de hát ezek nyilván variálódhatnak, ami ezt az egészet helyivé teszi, az pedig, hogy vannak a helyi emlékezetben jelei a zsidóság jelenlétének, illetve a holokausznak. Tehát az a környezet, igen, ahol igen, él, mit szól erről, közvetlenül róla, igen. Van, igen. Milyen, hogyan működik, vagy nem működik a holokauszt emlékezethez kapcsolódó mindennapi kultúra jelekben, és akkor ehhez kapcsolódnak nyilván a narratívák is. És akkor ez most azonos módszertannal zajlik a visegrádi országokban, igen, is. Ez a kutatás... Ez a magja, amit ti, igen, csináltok, és ez lesz. Igen, és ez a kutatás panelja, hogy feldolgozható, igen, legyen mind a négy országban. Az a film, amit december 12-én most szakmai körökben le fogtok vetíteni, igen, és reméljük, nagyon közönség is láthatja. Kétszer, nyitott lesz, várunk bárkit, szívesen, kétszer meg fenn percben az eddigi, igen, interjúkat, eddigi fókuszcsoportokat tömöríti ezek szerint. Úgy van, és ennek a tematikus rendszerében mindenhol megjelenik a generációs, illetve a helyi, a lokális emlékezet, vagy
azonosságú. Miskolc még benne se lesz, mert Miskolc már a végén akkora ott anyag lett, hogy abból egy külön dokumentumfilmet fogunk csinálni. Még ami csak lábjegyzetnek mondom ugyancsak, hogy rengeteg holokausztul élő interjúnk van, amiket ha mellé tudunk majd rakni, akkor ez egy olyan fajta kontextus teremt, ami egyfelől tudomány, másfelől a személyes megélt történet. És ezt oktatóanyagként szeretnénk majd később használni. Ez azt hiszem, hiszen ennek a célja az, hogy minél szélesebb körben elérhetővé tenni. Tehát ez nem egy mozi forgalmazás, vagy hogy mondjam, bevétel generáló történt akar lenni, hanem a legszabadabban hozzáférhető. Igen. Mindenki számára, és hangsúlyozottan nem zsidó történet. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez Közép-Európa nyomorúsága, vagy nyomorult története. Igen, nem zsidó, nem csak magyar, hanem. Igen. Ez elválasztatlan, hogy a mi kategóriát tágítsuk ki. A mi ügyünk, ez a pontos. Az velünk a holokauszt mindannyiunkkal történt, akik itt élünk, úgy és nem. Ahogy látjuk, az emlékezetben a mai napig történik valamilyen szinten. Hát jó munkát kívánok mindannyiótoknak, és én itt megígérem, hogy egy adott ponton visszatérünk ebben a műsorban, a realitásban köszönjük, is, hogy mire jutok, igen, és az újabb és újabb argumentumai ennek a kutatásnak, amikor kiderülnek. Surányi András filmrendezővel, Papp Richárd kulturális antropológussal, az ELTE Természettudományi kar docensével köszönöm a javítást, ezt a többi nevet nem rontom el, szerkesztőm Sonfai Péter nevében is köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva a műsorral újra jelentkezünk. Minden jót. Köszönjük. Minden jót.